13. alkalommal rendezik meg Nyírtelken a Városnapot. Vendégeink Máté Melinda főszervező és Szekeres József polgármester. Jó estét, sziasztok! Hát ez a 13. szám, az reméljük, hogy ebben az évben nagyon szerencsés lesz mindenkinek, aki a rendezvényen jelen lesz, és hát egyben azt is mutatja, hogy bizony itt már egy komoly múlttal rendelkezik ez a kellemes hétvége, amelyre azt gondolom, hogy nem csak a nyírtelkieket várjátok, hanem nagyon sok ember érkezik majd a térségből, vagy akár az országból is. 13 évvel ezelőtt milyen gondolat hívta életre ezt a fesztivált? 13 évvel ezelőtt lett Nyírtelek város. Köszöntelek és köszöntöm a kedves nézőket is. És voltak már ennek előzményei, ez nem 13 évvel ezelőtt kezdődött, hanem ez sokkal régebbre nyúlik vissza, ez egy nagyon régi, tradicionális esemény volt, ami köré mindig szerveződött valami. 1880-ban adták át nekünk a Szent Anna templomot, ami egy nagyon fontos égköve most is Nyírteleknek, és attól kezdődően Anna bál, különböző rendezvények kapcsolódtak hozzá, valamikor megrendezték, valamikor nem, de 2005-tel erősödött ez fel, hogy megkapta Nyírtelek a városi rangot, és ettől kezdődően minden évben erre emlékezünk, ezt összekapcsoltuk az annanapi vigasságokkal, és szépen folyamatosan zajlottak, míg eljutottunk a 13-ig, amit remélünk mindannyian, hogy nagyon szerencsés lesz mind az időjárás szempontjából, mind pedig abból a szempontból, hogy a kiválasztott fellépők, illetve a programok mindenkinek el fogják nyerni a tetszését. Ugye hát itt a nyár csúcsán vagyunk, tehát illik az időjárásnak kegyesnek lenni, főleg azért, mert hogy két napról is van szó, egy kétnapos hétvégi rendezvényről, tehát azért gondolom, hogy van B-variáció, hogyha netalántán mégiscsak nagyon esőre állna. Igazándiból elég hektikus azért az időjárásunk, tehát most nagyon nehéz előre tervezni. Ha azt nézzük, akkor egy napon belül minden van, tehát óriási napsütés, aztán egy hirtelen zápor, de reméljük, hogy ez senkinek nem veszi el a kedvét, aki ezen a nyáron mondjuk tényleg valahová egy ilyen fesztiválra vagy hétvégi rendezvényre utazik. Nos, akkor Melinda, azt gondolom, te mindent tudsz erről a rendezvényről. Mikor kezdődött már magának ennek a szervezése? Gondolom, hogy jó pár hónappal ezelőtt. Köszöntök én is mindenkit, így van, már körülbelül egy fél évvel ezelőtt, sőt, ha lehet azt mondani, már a tavalyi év végén elkezdtük ennek az idei városnapnak a szervezését, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az idei év is, az idejében is sikerült egy nagyon színes programsorozatot összerakni. Megmondom őszintén, én B tervre nem nagyon szeretek gondolni, és nem is nagyon szoktam. Hála Istennek eddig az időjárás mindig kedvezett, és én bízom benne, hogy az idei évben is kedvezni fog. Hogyha gyorsan mondhatok még egy pár szót a két napról, a pénteki nap az mindig a külföldi vendégekről szól, a protokoll részéről, tehát az elmúlt években Annabált szerveztünk a pénteki nap folyamán, most egy kicsit szakítva a hagyományokkal. Ezt egy díszvacsora váltja fel, ezzel fog záródni a pénteki nap, az ünnepi. Mi lesz a helyszíne? Ennek a helyszíne a Királytelek vigadó Nyírtelken, egy nagyon szép vigadó, ahol majd ezt a vacsorát megrendezzük. Természetesen előtte a külföldi vendégek fogadása, valamint egy ünnepi testületi ülés lesz. És akkor a testvértelepüléseknek a képviselői érkeznek Nyírtelekre, vagy kik ezek a külföldi vendégek? Igen, Nyírteleknek van három testvértelepülése, Ukrajnában, Szlovákiában és Lengyelországban, és ilyenkor a testvértelepülések delegációi látogatnak el hozzánk, akik az ünnepi testületi ülésen is részt vesznek, amelyen nem csak ők, hanem Nyírtelek jeles személyisége is részt vesznek, sőt annyira részt vesznek, hogy ebben a testületi ülésben szó kerül mindig arról, hogy ki az, akit Nyírtelken érdemesnek találnak arra, hogy valamilyen kitüntetésbe, akár díszpolgári vagy Nyírtelekért gyűrűvel kitüntessük. Ez a pénteki nap hivatalosabb, protokollárisabb programja. És a szombati meg egy kicsit lazább, vidámabb, minden korosztálynak, illetve minden kívánságnak igyekszünk megfelelni. Egy-két nagy nevet, Melinda, kik azok, akik most szombaton a hangulatról gondoskodnak majd? A délutánt egy fergeteges szambasó, valamint kapuéra bemutató fogja megnyitni, azután fellép a Diamond együttest, egy nyírteleki ismert rock együttes,
utána lesz Pápai Jóci koncert, Guzsajas Néptánc Egyesület bemutatója, és az estet pedig Irigy Hónai Mirigy nagy koncert fogja zárni. Ennek a koncertnek a helyszíne? Ennek a koncertnek a helyszíne a Dózsa György utcai sportpálya lesz. Hát akkor kívánunk nagyon-nagyon kellemes időt, és azt gondolom, hogy jó szórakozás, de hát ez garantált, mert hogy egy nagyon jó kis összeszokott csapatról van szó, azt gondolom, hiszen ilyenkor a város apraja nagyja megjelenik, vagy az egyik napon, vagy a másik napon, de hát így talán mindkettőn részt venni, hiszen így ünneplitek a város fennállásának 13. évfordulóját, úgyhogy reméljük, hogy sokan ellátogatnak majd hozzátok, köszönjük szépen. Mi pedig folytatjuk, hiszen ezen a napon nem csak Nyírtelken, de Nagyhalászban is ünnepelnek, hamarosan erről beszélgetünk.